Turistákat, fejlesztéseket hozhat Gyógyhelylet, Orosháza, Gyopáros fürdő. Újszerű együttműködés, a kistérség segíthet az SBO-n. A fordítóra is emlékeznek, Don Quixote nap az Árpád kertben. Köszöntöm a kedves nézőket! Júliusban utoljára itt a Városi Televízió műsorán a Híradóban a címszavak után lássuk a részleteket. Megvan a minősítés, Gyógyhelylet, Orosháza, Gyopáros fürdő. Mostantól a fürdő, a város és a szálláshelyek is használhatják ajánlataikban a Gyógyhely megnevezést. Ez vélhetően plusz vonzerőt jelent a turistáknak, emellett ezzel a címmel komoly fejlesztési pályázatok is megnyílnak a város előtt. A minősítés ugyan lezárult, de ez nem valaminek a vége, hanem a kezdete és a folytatása, jelentette ki Dávid Zoltán polgármester szerdán a fürdőben. Gyopáros fürdő a 22. olyan fürdő, amely megkapta az Országos Tisztifőorvosi Hivataltól a gyógyhelyi minősítést, ezzel pedig bekerült az országos szűkeridbe. Majdnem 2 éves folyamatnak az eredménye, hogy ezt a címet Gyopáros fürdő elnyerte. Ezáltal olyan fejlesztéseket is tudunk ide lekérni, amire eddig nem volt lehetőségünk. A gyógyhely minősítést ezentúl a fürdő és a szállásadók is használhatják majd a hirdetésekben, különböző ajánlatokban és a kommunikációban, ami jelentős plusz vonzerőt jelent a pihenni vágyók számára. Ezáltal az eddiginél is gyorsabb ütemben növekedhet a vendégészakák és a fürdő látogatóinak száma a következő években. Hatalmas területen fekszik Gyopáros fürdő, attrakcióban még lehetne nagyon sok mindent fejleszteni és idehozni olyan elemeket, ami vonzóbbá, még vonzóbbá tenni Orosházán Gyopáros fürdőt, és még több ember kereshetné föl. De nem csak a turistáknak fontos ez a minősítés, maga a város is rengeteget profitálhat ebből. A képviselőtestület még 2014-ben döntött arról, hogy a város turisztikai értékének erősítése érdekében megkívánja szerezni a Gyógyhely címet. Ez egy nagyon hosszú folyamat volt, szigorú előírásoknak kellett megfelelni, különböző környezetvédelmi méréseket kellett folytatni, szakvéleményeket beszerezni, hatástanulmányokat készíteni. A Gyógyhely a fürdőt, a hármas tórendszert és közvetlen környezetét foglalja magában, amit védőzóna övez. A gyógyvízminősítést már évekkel ezelőtt megszerezték, a Gyógyhely azonban ennél jóval összetettebb. Többek között mérték a zajszennyezést, ellenőrizték a levegő minőségét, a zöld felületeket, de fontos volt az is, hogy megfelelő mennyiségű, minőségű szállóhely, vendéglátóhely és kulturális, valamint sportolási lehetőség legyen a városban. Orosháza a fürdő környezetének fejlesztésére idén már 2 top pályázatot is beadott 1,1 milliárd forint értékben. Emellett a GINOP egyik pályázatán is indulnak, ahol az elnyerhető támogatás minimum 300 millió forint. Együttműködést kötött az Orosházi Kórház és az Orosházi Kistérség több célú társulás. Ennek eredményeként a kórházban, országosan is egyedülálló konstrukcióban, a sürgősségi betegellátásban segíthetnek az alapellátási ügyeletes orvosok, amikor szabad kapacitásuk engedi. Az Orosházi Kistérség több célú társulás legutóbbi ülésén döntöttek az újszerű kezdeményezésről. A döntés több hónapos tárgyalási folyamat eredménye. 2014. augusztus 13-a óta visszavette a társulás az orvosi ügyeletet. Az orvosi ügyeletnek a vezetője dr. Danko Alpár, aki jelenleg az orosházi sürgősségi osztálynak is a vezetője. Folyamatosan tárgyaltunk, ő jelezte, hogy a sürgősségi osztályon nagyon sok a beteg, kevés az orvos, és hogy próbáljunk meg valamit segíteni. Dr. Durai Gergő, a kórház főigazgatója is részt vett az ülésen, majd ezt követően nyilatkozott. Ezáltal 2 orvos helyett, ahogy jelenleg működik, ugye jelenleg úgy van, hogy egy SBO-n egy belgyógyászati jellegű, illetve egy sebészeti jellegű betegségeket ellátó orvos van, és ez ki fog egészülni egy harmadik ügyetes orvossal, kistérség orvosával, tehát ez a 3 orvossal mindenképpen színvonalat tudunk emelni a kórházban. A következő hónapokban az engedélyezési eljárás zajlik, jó esetben az ősz folyamán elindulhat az új rendszer. Régi tartozást törleszt a múzeum azzal az ásatással, amely ezekben a hetekben zajlik Gellért egyházán.
Kis költségvetéssel, de annál több civil segítséggel zajlik a munka már hetek óta. Gellért egyháza titkait kutatják, fogalmazhatnánk így, hiszen régi vágya a régészeknek, hogy tisztázzanak bizonyos kérdéseket a terület múltjával kapcsolatosan. Ami nehezíti a munkájukat, az az, amit a múzeum igazgatója mond el, az 1950-es évek elején folytattak itt ásatásokat nagyon nagy roham munkában, pár hónap alatt 680 sírt tártak fel. Most úgynevezett hitelesítő ásatást végeznek, de a korábbi földmunkák miatt már nem, az eredeti állapotot találják. A régészeti szakirodalomban Gellért egyháza egy unikális lelőhelynek számít, hiszen azon kevés helyek egyike, ahol a régi, pogány honfoglaláskori temető és sírok is előkerültek, és ugyanott Árpádkori templom, valamint a körülötte lévő temető is. Sajnos az 1950-es évek földmunkája, amikor az egykori lőtér épült és a hatalmas nagy lődombokat megalkották, akkor a temető, a templom egy jelentős része elpusztult. Mi abban reménykedtünk, hogy azért találunk még olyan helyet, ahol sírok jönnek elő, ahol szisztematikus ásatással, odafigyeléssel több információt tudunk majd megmenteni. Megkutatták az egykori templom helyet, amit visszaemlékezésekből tudnak, hogy hol lehetett. A környéken is kerestek sírokat, de már csak összedobált dolgokat találtak, viszont egy szelvényben emberi csontvázat is leltek. Ám eddig még nincs olyan lelet, ami igazolná azt a feltevést, hogy keresztény és pogány sírok is voltak ugyanott. Ezt még nem igazolja, hiszen az előkerült síroknak csak egy kis részét sikerült föltárni, a múzeumban is még csak 10-11 váz maradványai kerültek be. Leletanyagot még nem találtunk olyan jellegűt, amely a kérdést eldöntötte volna. Viszont az, amit megtaláltunk, az egyértelműen mutatja azt, hogy a sírok nem egy rétegben, hanem több rétegben kerültek elő, tehát egymásra temetkezés esetével állunk szemben, ami viszont sokkal inkább jellemző a templom körüli temetőkre. Tehát az a kis szelvény, ez a 8x13 méteres szelvény, amelyben most dolgoznak kint a kollégák, az gyakorlatilag a templom körüli temető egy kicsi részlete. Az igazgató régész megerősítette, csupán arra a hitelesítésre van szükség, ami a pogány és keresztény temető viszonyát pontosan meg tudja mutatni. Jelen ásatás során csak a keresztény temetőben dolgoznak. Ha az ásatások folytatódnak egy későbbi időpontban, akkor elképzelhető, hogy felbukkannak pogány sírok is. A további munkák elsősorban a humán erőforrás függvényében indulnak, hiszen a dokumentálás is igen időigényes. Ezekben a projektekben is sokan civil segítőként vagy ingyen szakmaszeretetből dolgoznak. És most egy programajánló, de annál sokkal több. Egy könnyed spanyol délutánra várják az érdeklődőket augusztus 6-án az Árpád kertbe. Don Quixote napot tartanak annak okán, hogy évfordulós a regény fordítása és kiadása, a fordító pedig Győri Vilmos. Talán kevesebben tudják, mint kellene, hogy Győri Vilmos adta nekünk magyaroknak Don Quixote történetét. A napjainkban nevét viselő téren, a hármas szám alatti házban élt és dolgozott 14 éven keresztül Győri Vilmos evangélikus lelkész, teológus, költő, műfordító, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Sok jelentős fordítása mellett 1873 és 76 között itt Orosházán fordította magyarra Cervantes világhírű regényét. A Városi Általános Iskolai Napközis Tábor tagjai jelenlétében július 27-én Koszorús Oszkár helytörténész mesélt Győri Vilmosról az említett ház előtt. Székencs József püspök veje ifjúkorában jogot és teológiát hallgatott, főúri családoknál nevelősködött. 50 könyve jelent meg igen rövid ideig tartó aktív élete során. Körülbelül 10 nyelven írt, olvasott, beszélt és műfordított, tehát a kötelező német és francia mellett, ami abban a korban kötelező volt, angolul, svédül, spanyolul, portugálul, tehát sőt a latinus, sőt szanszkrit nyelven is fordított. Több tanulmány is készült életéről, amelyek megállapítják, személyiségéből adódóan népszerű volt az egyszerű emberek körében is. 6 gyermekek közül egyik lánya Győri Ilona tanító, szintén jeles műfordító lett, egyik fia Győri Lóránt pedig földművelésügyi miniszter. Mint elhangzott, a tér 1932 óta viseli Győri Vilmos nevét. A művelődési központ több civil szervezettel együtt egy könnyed spanyol délutánt szervez, amely a múltra is emlékeztet. A helyi média is támogatja a kezdeményezést. Próbáltuk úgy összeállítani a programot, hogy egy könnyed spanyol nap legyen, de emellett teret kapjon az is, amiért a rendezvényt megszerveztük. Tehát magáról a Don Quixote-ról, a könyvről és Győri Vilmosról is esik majd szó. Lesznek táncos fellépőink, lesz egy vetélkedő, amit most kifejezetten felnőttek számára állítottunk össze, de emellett, amíg a felnőttek vetélkednek, a gyerekeknek is vannak programok.
programjaink. Augusztus 6-án a nap programja délután 14:30 kezdődik egy ingyenes mozifilmmel a legkisebbeknek, és este táncházzal zárul. Folytassuk sporttal. A hétfői nappal megkezdődött a felkészülési időszak női kézilabdázóink számára is. Csak kissé változott a keret, így Pap László vezetőedző és a lányok folytathatják az előző szezonban megkezdett munkát. A csapat vezetése pozitívan tekint az új idény elé. Az elmúlt szezonhoz képest nem sok változáson esett át a másodosztályú gárda. Arra büszkék vagyunk, hogy a tavalyi csapat gerincét megtartottuk, a fiatal játékosainkat itt tudtuk tartani Orosházán. Mindenki egészségesen kezdhette meg a nyári alapozást. A vezetőedző szerint az a legfontosabb, hogy a játékosok sikerre éhesen vágjanak bele a felkészülésbe, így a kitűzött célokat is könnyebben elérik majd. Mindenképpen szeretnénk előrelépni. Azért az látszott tavaly, hogy megyünk a kis magunk útján, ami úgy néz ki, hogy talán jó út is volt, megfelelő, úgyhogy azt gondolom, ezt kell tovább folytatnunk. Három új játékos érkezett eddig a csapathoz, de terveznek még új igazolásokat a vezetők. Tobak Luca és Vörös Bettina tavaly sok borsot törtek az orrunk alá, míg Csajbó Krisztának a volt közönség kedvenc Lovischék Kittit kell majd pótolnia. A tavalyi hetedik helyhez képest a vezetőség elvárásai magasabbak. Én azt gondolom, hogy az a munka, amit elértünk tavaly és amire építkezünk idén, mindenképpen predesztinálja ezt a társágot arra, hogy a dobogó megcélozható. A csapat minden nap edz, komoly alapozó munkával készülnek a bajnokságra. A vezetőedző szerint fontos, hogy mindenki fejlődjön, hiszen ezzel előrébb léphetnek a bajnokságban. Pap László abban is bízik, hogy idén elkerülik őket a sérülések. Kézi munkázni és pihenni érkezett Orosházára a Vajdaságból 48 hímző asszony, akik, mint mondták, szeretik és ápolják a magyar tájegységek gazdag hímző kultúráját. A Vajdasági Kézi Munkakedvelők Szövetségének tagjai, ahogyan ők mondták, otthonról hazajöttek, hogy a hímzés világán keresztül jobban megismerjék Magyarországot. Az orosházi és a vajdasági csoport július 25-én a Művelődési Házban találkozott, ahol Fejes Róbertné alpolgármester köszöntötte őket. Beszédében hangsúlyozta az Orosháza és Szent Tamás közötti testvérvárosi kapcsolat fontosságát, melynek ápolására ez a találkozó méltó alkalmat teremtett. A két hímző szakkör tagjai az együtt töltött napok alatt igyekeztek tanulni egymástól. Szívesen beszéltek munkáikról, melyekből a Művelődési Házban kiállítást is láthattak az odalátogatók. Vajdasági abban, hogy Vajdaság alföld, a virágait rajzoltuk. Azt mondják, hogy népi hímzés, tehát a népek rajza. Hát a mi virágunk, az első virágunk ugye a vadvirág, az egyszerű népek virága, a vadvirág, és akkor a vadvirágot szerettük volna valami módon illusztrálni. A Vajdaságból érkezők célja az volt, hogy jobban megismerjék és átvegyék a magyar tájegységek gazdag hímző kultúráját. Mindezek mellett egy olyan szakmai kirándulást szerettek volna szervezni, ahol átadhatják egymásnak a tudásukat. A közös munka mellett pihenésre is szakítottak időt. A szövetségünknek, a Vajdasági Kézimunkakedvelők Szövetségének tulajdonképpen van egy munkaprograma és van egy rekreatív programa. Erre Orosháza szintén nagyon alkalmas hely, mert itt van a gyönyörű gyopáros, ahol ezt a rekreatív programot megvalósíthatják, és itt van ez a gyönyörű művelődési otthon, ahol pedig a munkaprogramunkat megvalósíthatjuk. A kiállított munkák között megtalálható volt a matyóhímzés, a kalocsai minta, a vajdasági és természetesen az orosházi szálán varrott, valamint a Békés megyei szűcshímzés is. Trendé vált a hímzés viselése, egyre több ruhán és kiegészítő jelennek meg a népi motívumok. Mind a vajdaságiak, mind az orosháziak egyetértenek annak fontosságában, hogy a fiatalok tovább vigyék ezt a hagyományt, hiszen a hímzésben benne van a saját érték megbecsülése és a népeink munkáinak megbecsülése is. A betegek javát szolgáló kezdeményezést indított útjára az Orosházi Kórház. Fákat és virágokat várnak a lakosságtól, vállalkozóktól a park szépítésére. A polgármester és a kórház főigazgatója magánemberként egy-egy fát adományozott. Azért, hogy jó példával járjanak élen, szerda délelőtt Dávid Zoltán polgármester és a kórház főigazgatója dr. Durai Gergő helyezték el az általuk magánemberként adományozott fákat a kápolna melletti területen. Mint magánember adományozom ezt a fát a kórháznak. Szeretném, hogyha virágos és szép tiszta lenne a kórház területe. Greg Szalászlóné, a kórház ápolási igazgatója, korábban egy internetes felhívásban tette közzé szándékukat, hogy a betegek számára a kórház parkját szépítenék. Dr. Durai Gergő elmondta, hogy továbbra is számít a felajánlásokra.
Várjuk a vállalkozók, magánemberek, lakosságnak a felajánlását is, és ha a lakosság részéről vagy vállalkozók részéről is érkezik adomány, akkor szintén az a cél, hogy egy kis táblát kirakjunk, és ezzel jelezzük, hogy ki milyen évben, milyen hónapban adományozta ezeket a cserjéket, virágokat, fákat, bokrokat. A felhívás után sok virág és növény érkezett a lakosságtól, amiért rendkívül hálásak a kórház dolgozói. Remélik, a folyamat tovább folytatódik, és egyre szebb lesz a pihenőpark. Augusztus végéig a Városházi Galérián Hopka Margit csendéleteiben gyönyörködhetünk. Elmondása szerint az orosházi festőnek nagy örömére szolgál a festés, és reméli, a nézőknek is jó érzéseket nyújt, hogyha a csendéleteket nézik. Kellemes nyári délutánra illő társasági esemény keretében nyitották meg Hopka Margit tárlatát. Az érdeklődők jobbára ismerősök, barátok, családtagok, orosházi festők. A megnyitót, mint oly sokszor, Koszorús Oszkár helytörténész vállalja. Közvetlen hangnemben mesél az alkotóról és munkásságáról. Elmondhatjuk, hogy a festészet jelenti neki a harmóniát, azért dolgozik, mert értékteremtő alkotásaival akar hatni ránk a befogadókra. Hopka Margitot az alkotásról kérdeztük. Nekem teljes kikapcsolódást jelent, ha én leülök festeni, akkor megszűnik a világ, és csak az érdekel, amit csinálok. Az köt le, abba lelem örömömet. A tárlat nagyobb része az elmúlt egy évben készült kép, néhány kedvenc tér vissza az azt megelőző időszakból. Nagyon boldog vagyok, mert otthon nem látja így egybe az ember a munkáját, mindig csak darabokba, ugye, ahogy elkészül, ahogy, vagy felrakom egy kicsit, néhány hétig fönt van, akkor leveszem, akkor másikat teszek, de így egybe nagyon szépek. Megtudjuk azt is, hogy ezekben a hetekben a művelődési központban is láthatjuk Hopka Margit munkáit egy közös tárlat keretében. A közelmúltban Hódmezővásárhelyen állított ki. A Városházi Galérián tájképek és virágcsendéletek sorjáznak, főleg az Alföld hangulatát hozva a városközponti épületbe. Kedves nézőink, az Orosházi Városi Televízió augusztus 2-a és 22-e között karbantartási szünetet tart. Ez idő alatt a képújságot láthatják frissítésekkel, időszakosan azonban teljes adásszünetre is számítani kell. Augusztus 1-én 10 órától élőben adjuk a rendkívüli testületi ülést. Híradóval pedig legközelebb augusztus 23-án este 7 órakor jelentkezünk teljesen új köntösben. Új csatorna azonosító és új spotok készülnek, valamint kicseréljük a híradós hátteret. Várjuk tehát mi is, hogy hogyan leszünk itt az új háttérben. Kollégáink dolgoznak, hogy minden időre elkészüljön. Most lássuk a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Turistákat fejlesztéseket hozhat Gyógyhelylet Orosháza Gyopáros fürdő. Újszerű együttműködés a kistérség segíthet az SBO-n. A fordítóra is emlékeznek, Don Quixote nap az Árpád kertben. Kedves nézőink, köszönöm mai figyelmüket, tehát augusztus 23-án este találkozunk újra. Viszontlátásra!